Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig egy olcsó mini számítógépről, a Ninker N4-ről fog szólni, ami jelenleg 90 000 forint alatt kapható EU raktárról, és egy egészen korrekt teljesítményt ad, egy 6 magos Ryzen 5 4600H proci, 16 GB RAM és 512 GB SSD dolgozik benne. A gép kulcsra kész, előre telepített Windows 11 Pro-val érkezik, ezzel egészen jó árérték arányú masinának ígérkezik, és mutatom is, hogy milyen. Kezdjünk! Mutatom a kicsomagolást és az üzembe helyezést. Egy ilyen fehér dobozkában érkezik, amin se márkajelzés, se semmi nincs, csak annyira ráírva, hogy mini PC. Komoly branding. Ezt kinyitva egy jótállási jegyet és egy rövid kézikönyvet kapunk, majd alatta maga a számítógépet láthatjuk fóliába csomagolva. A gép ezüst színű és nem műanyag, hanem egy kis alutömb az egész, ami tök jó. A gép alatt van egy kisebb doboz, ebben találjuk a tartozékokat, van hálózati kábel, egy külső 90 wattos tápegység, valamint van egy véze adapter is, hogy a monitor hátuljára lehessen szerelni, és az ahhoz való kis csavarok is benne vannak, illetve van egy egy mellékelt HDMI kábel is. Gyakorlatilag kulcsa kész, hogyha bedugjuk a hálózatba, majd csatlakoztatunk monitort, egeret és billentyűzetet, majd bekapcsoljuk, egyből a Windows 11 beállítása fogad, tehát egy teljesen szűz Windows telepítést kapunk, itt minden szépen bekonfigurálható, majd használható lehető. Nézzük meg a specifikációkat. Egy Ryzen 5 4600H laptop proci dolgozik benne, 6 magon és 12 szálon. Ez egyébként már nem egy mai darab, de még mindig egészen használható, és a kategóriában megszokott N-szériás intelektnél lényegesen erősebb. 16 GB DDR4 3200-as RAM van beépítve, ez akár 32 gigáig is bővíthető. Tárhely szempontból egy 512 gigás SSD került beépítésre, ez szintén bővíthető. Wi-Fi-ből megvan a hatos os szabvány is, Bluetooth-ból pedig 5.2-es variánst kapunk. Ezek erős belépő szintű specifikációk, ami kellemesen használhatóvá teszik a kis masinát. Nézzük meg a gépet közelebbről, hát egy ilyen picike, tenyérben elférő alukockáról van szó. Mutatom a port kínálatot. A gép elején van kettő darab USB A 3.0-as port, valamint egy bekapcsoló gomb. A hátulján balról jobbra haladva van egy tábbemenet, egy jack, egy HDMI, egy LAN port, két USB 2-es port ácsatoló felülettel, egy USB-C sport, valamint még egy HDMI. Érdekes egyébként, hogy a HDMI-kre HD felirat kerül csak, de mindegy. Egyszerre több monitort is tud kezelni, az USB-C portja pedig akár 8K panelt is képes kezelni 60 képkockán. A Proci 45 wattos tdp je okán szüksége van aktív hűtésre, ehhez két oldal szívja be a levegőt, és hátul a hűtőbordákon keresztül fújja ki. Nos, hogyha összeraktad, így néz ki az asztalon, tényleg mini, picike helyet foglal és teljesen korrekt a dizájn, nincsenek rajta furcsaságok. Hangszóró az nem került beépítésre, ehhez külső megoldás után kell nézni akár egy Bluetooth hangszóró személyében. Ezt a gépet általános otthoni használatra, filmnézésre, levelezésre és office programok futtatására, tanuláshoz találták ki, és ezeket tökéletesen megoldja. Ennél a gépnél is azt tudom mondani, hogy Recepciós munkára, ügyfélszolgálatos melóhoz vagy oktatási intézményekbe ez a gép egy remek kis számítógép lehet mert olcsó, nem fogyaszt sokat, és kis helyen elfér, és a felmerülő faltokat azokat simán megoldja. És akkor sem akad meg, hogyha több böngészőlap nyitva van, közben megy rajta táblázat, megy a háttérben zene, levelező program, vagy akár egy YouTube videót is elindítunk egyszerre a háttérben, is. ilyen fáltoktól tényleg egyáltalán nem ijed meg, megoldja, és ráadásul a hangja is abszolút elfogadható szinten van, nem számít zajosnak ez a kis masina. Lefuttattam a szokásos benchmark programokat is, hogy el tudjátok helyezni nyers erőben, a Geekbench és a Cinebench eredményeket itt láthatjátok. A Speedometer böngésző teszten elért eredménye is azt mutatja, hogy simán lehet böngészés közben multitaskingolni is. A GPU az nem az erőssége nyilván, így egy 3D Mark Time Spy teszt alatt nyilván laggol, és néhány képkockás eredményt kapunk csak, viszont játszani mégiscsak lehet vele. Full HD-ben a World of Tanks alacsony beállításokon például szépen fut ilyen 120-140 képkockával, de 1440p-ben médium beállításokon is még átlag 80 fps-t hoz, amivel teljesen jól játszható. Ezen a téren jóval erősebb az Intel N-szériánál, a korábban tesztelt hasonló áru N150-et tartalmazó Billing mini PC-t elég erősen lenyomja a szintetikus teszteken, igaz, az jóval kevesebbet fogyaszt. Az SSD sebességet is lemértem Crystal Markon, ez átlagos, belépő szintű SSD teljesítménynek felel meg. Azért egy 45 wattos TDP-vel rendelkező procit azért már rendesen kell hűteni, szóval egy egészen masszív rész hőleadó felülettel bír a hűtése. Normális használat esetén böngészés közben, hogyha nincsen terhelve, Gyakorlatilag hangtalan 10 cm-ről mérve ilyen 28-32 decibel. Hogyha benchmarkolom, vagy megy rajta a World of Tanks, akkor halhatóan felpörög azért, magasabb frekvencián szól, de amúgy egyáltalán nem vészes játék közben, körülbelül 35 decibel, csúcsra járatva is 40 decibel, de ritkán pörög fel annyira. Oda raktam mellé a mikrofont, ilyenkor tényleg ennyi hallható csak. tényleg nem vészes. Hőmérsékletek terén a gyári profil olyan, hogy inkább a hangtalanságra megy, ezért engedi a magasabb hőmérsékletet. Gyakorlatilag 90 fokig szinte hangtalan, és hogyha azt eléri, akkor meg hirtelen maxra tolja magát, nincs a kettő között átmenet. A Windows asztalon úgy hagyva használat nélkül körülbelül 50 fokos a proci, böngészés, levelezés, Office, YouTube közben ilyen 60-70 fok körül van, játék közben körülbelül 80, színeben stresszteszt alatt pedig maximum 99 fokot mér, hogyha a multikor volt a teszt. A Procinak 105 fok a működési hőmérséklete maximum, szóval bőven a működési tartományban van. Fogyasztás terén pedig átlagos számokkal találkozunk, az asztalon alapállapotban körülbelül 15 wattot mértem, a stressztesztem pedig 50 watt volt a maximum, szóval a 90 wattos adapter bőven túl van méretezve. Hogyha videót streamelünk Netflixen egy 4K monitorra, akkor körülbelül ilyen 25, max. 30 wattot fogyaszt. Minden itt elmondott érték mind a benchmark -ok mind a fogyasztás tesztnél a gyári beállításokon értendő. Nyilván a bios lehet próbálkozni módosításokkal, amik befolyásolhatják a teljesítményt és nagyobb fogyasztást is eredményezhetnek. A gép takarítása vagy a bővítése az nem túl macerás dolog. Az egyedüli logikátlan dolog az, hogy a csavarfejekre rá lettek ragasztva a kis gumitappancsok, ezért ezeket le kell kaparni, hogyha kinyitnánk a házat. Négy csavart kell kicsavarni és le is vehető utána a fedlapit. Minden egyből elérhető, a beépített SSD mellé van még egy másik M2-es slot is, ahogy a memóriánál is van még egy slot szabadon, így akár még egy 16 gigás laptop memóriát pluszban be lehet tenni egyből. Az alaplap másik oldalán van a proci meg a hűtés, ezen a robbantott ábrán látható. Ennek eléréséhez tovább kéne csavarozni, de szerintem sűrített levegő befújásával tökéletesen jól portalanítható a hűtőrendszer, hogyha fél egy évente rászállod azt a pár másodpercet. Nos, ez volt a Ninker N4. A Banggoodon most 90 alatt árulják egy év jótállással, európai cseraktárról, szóval adó vám az már nem lesz rá. Ennyi pénzért egy teljesen jó kis mini PC ez, kulcsra készen Windows 11 pro ami tényleg ilyen alapirodai vagy súlyos feladatokra tökéletes, sőt még kompromisszumokkal ugyan, de lehet vele játszogatni is. Egy ilyen gépet simán el tudok képzelni egy bármilyen recepciós munkakörnyezetben vagy akár suliban. Negatívumot nem nagyon tudok felhozni, mert igazából amire kitalálták, arra jó, és az ára is ahhoz mérten teljesen korrekt. Ilyesmi mini PC-k ennyit kóstálnak. Az meg, hogy milyen tartós lesz, hát egy kéthetes tesztből nem derül ki, szóval arról nem tudok mit mondani. Ha viszont érdekel a gép, akkor betettem a linkét a leírásba, és van egy kuponkód is, amivel még pár ezer forintot megsporolhattok, a leírásban szintén megtaláljátok. Nektek hogy tetszik? Vennétek ki ilyen mini PC-t? beszéljük meg a komment szekcióban. A Bengúdnak köszönöm szépen, hogy elküldték nekem ezt a gépet tesztre, nektek pedig köszönöm szépen a megtekintést. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!